Olyan rossz híreket ad a televízió, hogy az embereket teljesen eltantottam már. Pont ez miatt nem is nézek tévét, szóval. 24.hu-tól vagyunk, és videót csinálunk arról, hogy mit üzennek a választópolgárok, a politikusok, mi változtassanak a jövőjére. Itt Nagykanizsán a cégek meg a munkáltatók határozzák meg azt, hogy valakit mennyire vesztek fel. Tudom, hogy az országban mindenfelé azt lehet hallani, hogy nagy a munkaerőhiány. Itt Nagykanizsán ezt szerintem nem érezzük mi. Szerintem az embereknek elegük van abból, hogy nincsen normális párbeszéd a politika és az emberek között. Elegem van abból, hogy a Sikátor utcában gyakorlatilag a járda járhatatlan. Tele van gödrök, kerepedésekkel, stb. Elegem van, hogy az egészségügyel probléma van? Jó, fizetés, munkahelyet, tehát ennyi, ami tömören. A férjem a gépgyárban dolgozik, és ott viszont tényleg valóban problémát jelent, hogy nincsenek szakemberek. Nem fejlődik a város, nincsenek új munkahelyek. Ez. Cseresznyés Péter, Dénes Sándor, kész. Nagyon jó. Nagyon jó. Nekem nagyon tetszik ez a két ember. Jó. Nagyon tetszik. Elegem van abból, hogy az ember gyűjtögeti a pénzt, hogy majd a nyugdíjas éveire legyen miből plusz pénze, és az állam pedig kérdezés nélkül össze leveszi. Elegem van abból, hogy külföldön kell dolgozzak. Most az Orbán Viktor fogadta a kínai miniszter. Igen. Miért kellett azt ma a baloldalnak? Mi azzal kezdték, hogy nem jó, nem jó. Miért kell Budapest, Belgrád, Vasút? Hát miért kell, miért kell? Hát azt nem kell. Hát akkor mit kell? Nem kell Paks, nem kell semmi. Akkor hova jutunk? Nem lesz semmi ebből az országból. Nem lesz semmi. Elegem van abból, hogy mindent visznek a nervuszárok. Közbeszerzést, mindent. Ővék az ország. Ebből van elegem. És ez miért probléma? Azért probléma, mert itt szerintem politikusoknak azzal kéne foglalkozni, hogy az embereknek legyen jobb. Hát a baráti társaságunkkal arról beszélgettünk, hogy Nagykanizsán nagyon-nagyon hiányzik egy jó futball, amire érdemes volna kimenni, ami valamikor egy nagy nézőközönséget vonzott. Ugye minőségi futball volt Kanizsán mindig, évek óta nincsen már sajnos. Ez nagyon hiányzik a városból. Gyakorlatilag nincsen sportélet, nincs, ami összehozza az embereket, ezáltal egy kicsit úgy gondolom, hogy hát nem jó közérzet. Hozzáálláson múlik, és az, hogy van egy stadion, az még nem felezi ki azt, hogy van minőségi sport és minőségi sportoló. Azokat ki kell termelni, ehhez viszont nem politikára van szükség a sportban, hanem a sportnak meg kell hagyni azt, hogy a sport termelje ki ezeket az embereket, ami néhány sportágban működik, a labdarúgásban nem. Elegem van abból, hogy migránsok vannak Magyarországon, igazából ez kihathat az ország több pontjára, és az embereknek a magánéletére, vagy az ország több pontjából az olyan dolgokra, amire éppen az ember most a mai világban nem számít, és későbbiekben probléma lehet belőle. És a tovább olyan problémák, ugye amerre mentek igazából, én gondolom, hogy sok szép nyomot nem hagytak. Hogyha ők annyira problémásak nem lennének, akkor ezt lehetne kulturált, Abjonos, én szerintem. A politika szó ugye az egész azt jelenti, hogy szolgáljuk a népet, hát ebből is semmit nem látok. Én legalábbis nem látok. A 13. havi nyugdíjat nem a Viktor vett el. 13. havi nyugdíjat, azt kivett el? Bajnai. A Bajnai Gordon úr. Akkor hogyan lehet 14-et adni, hogyha nincs a 13-dik? Ez érdekes, nem?